Ráckeve. Csepel felől az 1897-ben épült Árpád hídon érkezhetünk. Már az Árpádházi királyok idején is volt település itt, s bár maga Árpád nagy valószínűség szerint nem járt itt, a millénium évében egy nagy oszlop tetejére állították, ahonnan barátságosan köszönti az ideérkezőt. De más bronzba öntött vizélekkel is találkozhatunk itt. Savoyai Jenő a török kiűzéséért Csepel szigetét kapta. Így került birtokába Ráckeve is. Itt kastélyt építtetett, de a birtok halála után visszaszállt a koronára. Az elhanyagolt olasz-francia barokk kastély 1960-ra már majdnem összeomlott, mikor az eredeti tervek híján analóg minták alapján helyreállították. Egy ideig szálloda volt, egy kongresszuson még én is részt vettem itt. Most megint elhagyott. Senkitől nem zavarva, kérdezve be lehetett sétálni, tükörképemen kívül senkivel sem találkoztam. Szerepel a kastélyfelújítási programban, azután érdemes ide ismét ellátogatni. Nepomuk János a Nepomuk téren áldogán. Az új városháza a millénium évében épült. Ez már a szerb templom tornya. A szerbek, avagy rácok 1440-ben települtek ide, miután otthonukat, Kevevárát, szerbül Kovin, a törökök kétszer is feldúlták. Első Ulászló adományozta nekik ezt a területet. Így került birtokukban a még a Vagbéla felesége által alapított az Isten szülő elszenderedésének szentelt templom. A templomot és hozzá kapcsolódó két kápolnáját a keresztelő Szent János és a Szent Kozma és Szent Damján kápolnákat az ortodox hagyománynak megfelelően átalakították és díszítették. Láthatunk pokolbéli jeleneteket is. De a bibliai képek mellett szerb szenteket és az általuk nagyra becsült szerb uralkodókat is ábrázolták. Ortodox ikonosztáz a királyi kapuval. Az Isten szülő elmaradhatatlan ikonja. A parokiális templom a 16. században alakult monostorrá. Mária Terézia ideje alatt, mint annyi más monostor elveszítette rangját, csak jó 200 év múlva lett ismét a magyarországi szerb ortodox egyház ma is működő monostora.
Az eredeti, tagolt gótikus mennyezet komoly feladat elé állította a templom freskóinak készítőjét. Nevét is tudjuk, Theodor Simeonov. A különálló harangtorony zömök alsó részének falvastagsága hihetetlen 2,5 méter. A templom körüli sírkertben járva azért említsük meg, hogy Ráckevét 3 nemzetiség lakja, a magyarok és szerbek mellett németek is, akiket savoyai herceg telepített be. Ősi, környezetbarát építkezés, vályog téglából. Nem csoda, hogy a virág és a méh is jó érzi magát. Egyeztessük az óránkat. Vidéki hangulat a Kerekeskútnál, de ez már a város. Csinos, jól karbantartott egyszintes házak, de van modernebb is. A ráckevei vitézek sorába belefér János vitéz is. Nyaranta János vitéz ünnepet tartanak. Ez már a csúcspont. Meglelte Iluskát. Itt már ki kellene tenni a 18 éves karikát. A Dunaparton van az ország egyetlen felújított, működő vízimalma. Míg a lapátok forognak a malom őről, hallgassuk meg Arany János Ráckevére vonatkozó verskét. Dunavizén lefele úszik a ladik, róla muzsika szó, guzlica szó, csimpolya szó hallatik. Juhaj, viszik a piros almát, barackot, Juhaj, Kevibe, Szentendréről menyasszony. Piros almát eladják budapesti piacon, abból cifrálkodik Kevibe a piros arcú menyasszony. Juhaj, de derék ruha ez a fejkötő, megfér ez alatt akármennyi szerető. Kevi csárda reggel óta tele van, tele van. Ott járja a kólót éles késsel, veres késsel a jovan. Juhaj, piros volt, de csak férges alma volt. Asszony csinos volt, de azért csak rima volt. Dunavizén lefelé úszik a ladik, róla helye húja, szitok, átok, dáboria hallatik. Juhaj, közel már Alexinyác, Knyazevác, engem kevirác, ugyan többé sose látsz. De nem mindenkinek volt ilyen rossz véleménye a ráclányokról. Különösen nem Rozinkáról.